Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a Szeftek a következő részével. A két rész között végre sikerült megcsinálni azt a livestreamet, amit már körülbelül egy hónapja terveztem. Úgyhogy készen van az új házikó, amit mindjárt meg is fogok nektek mutatni. Azonban, hogyha szeretnétek megnézni azt, hogy hogyan is épült meg, akkor lent a leírásban fogtok találni egy linket, ami egy livestreamhez fog vezetni. Ez egy nem listázott videó, ami azt jelenti, hogy csak ezzel a linkkel tudjátok megnyitni. Tehát, hogyha felmentek a csatornámra, a videók fülnél nem fogjátok megtalálni, csak ez ezen a linken keresztül lehet megnézni. Egyébként szerintem érdemes belenézni, visszanézni, ugyanis nagyon sok kérdésre válaszoltam. Ugye ez egy ilyen beszélgetős livestream volt, nagyon sok olyan kérdésre válaszoltam, amit nap mint nap feltesztek nekem, különböző sorozatokkal, játékokkal kapcsolatosan, illetve Feszegettünk kicsit komolyabb témákat is, amiket szerintem érdemes meghallgatni, úgyhogy ha szeretitek az ilyesmit, akkor mindenféleképpen csak ajánlani tudom. Egyébként a streamben nem tudtam befejezni az egész házat, szóval még azoknak is lesz meglepetés, akik az elejétől a végéig végig tudták nézni ezt az egészet, úgyhogy szerintem nem is húznám tovább az időt. Szeretném nektek akkor megmutatni, hogy milyen is lett az új kecunk, az új házikunk, Hát remélem tetszik nektek, egyébként az az ötlet, hogy márványból legyen a teteje, egy kedves kommentelőmtől jött, amit tényleg nagyon szeretnék megköszönni, mert borzasztóan feldobta szerintem a háznak a stílusát, és hát én ezt a tetőt nagyon-nagyon szeretem, ezt már láthattátok nálam több survival sorozatban is, úgyhogy végül is erre esett a választásom. Ilyen középkori hangulatú házikót szerettem volna, úgyis most nagyjából ilyen középkorba fogunk lépni, úgyhogy szerintem szerintem tökre passzolni fog. Majd szeretném még a farmot is kibővíteni, illetve ezeket az oltár helyiségeket átraktam ide, de félek, hogy egyébként ez még mindig nagyon-nagyon közel lesz a házikonkhoz is, majd hát gondot fog okozni, hogyha esetleg újból kell töltenünk a nekronomikont, de remélhetőleg azért olyan nagy baj nem lesz belőle. És azt még egyébként nem tudom, hogy hova fogom áthelyezni a farmot, mert valószínűleg át fogom helyezni a farmot, mert hogy több növényt is szeretnék ültetni, nemcsak az alap Minecraftos növényekkel, szeretnék majd ültetni csilipaprikát, paradicsomot, meg mindenféle finomságot, amikre valószínűleg szükségünk lesz. És itt a vízimalomnál is kicsit átalakítottam a dolgokat, felhoztam ide a szekeret. Ebbe egyébként van rengeteg bombil, úgyhogy lehet majd építkezni. Illetve ideépítettem még egy karámot, ide szeretnék majd malacokat hozni, ugyanis szükségem lenne disznóhúsra, ahhoz, hogy tudjak olyan ételt készíteni, ami ugye egyszerre tartalmaz húst, kenyeret, illetve zöldségeket. É, jó, hát nagyjából egyébként ennyi változás történt. Valószínűleg egyébként majd ezeket is át fogom vinni egy másik helyre, mert hogy elég messze lesznek most már a háztól, egyébként ott szeretnék majd egy ilyen kis kovács helyiséget kialakítani, de ameddig nem lépünk korszakot, addig ezt nem szeretném piszkálni. Az egyik ok az, hogy ugye itt az üveg, amit nem tudok kivenni innen, és elveszne, nem tudnám ugye magamnál tartani az inventóriba, nem tudnám lerakni egy ládába, a másik pedig, hogy lehetséges, hogy egy teljesen újfajta smeltörit kell építenünk, és akkor meg már tök fölösleges lenne ezt oda elhurcolni, de majd még meglátom, hogy hogy lesz, majd még meglátom, hogy hogy lesz. Viszont amit most kellene csinálnunk, az ugye az, hogy haladjunk tovább a modpackkel, illetve az advancementekkel, és szerintem akkor kezdjük is el ezt a papír készítést. Ugye először is kell készítenünk a mulberry fának a kérgéből papírt, és parchment lesz ugye belőle a végén, úgyhogy nézzük is meg akkor, hogy ez hogy volt pontosan, szóval kellett nekünk mulberry bark, és ugye ezt kellett elkészítenünk, mulberry palpa, Szóval kell szókt mulberry bárt, ez pedig víz kellett, és ez a kérek fajta. Ezt a basinben is egyébként össze lehet keverni. Átvittem egyébként oda a Bezint, meg nagyjából mindent, amit használni fogunk az új házikóba. Itt már tényleg csak azok a dolgok maradnak, amik uh, ugye majd ilyen hosszabb időt fognak igényelni, mint mondjuk a, a kiszállítás. Szóval most átmegyek oda, és aztán áthozhatom ide. Ja, hát ez lehet, hogy annyira nem volt átgondolt részemről, de majd lehet, hogy akkor oda is le fogunk rakni néhány ilyen szárító kötelet, igazából ezek nem annyira vészesen drágák, csak fél falap kell hozzá. Lehet hogy egyébként érdemes lenne magamhoz venni még egy kis deszkát, remélhetőleg van még a pacinál. Jó, van még nála. Egyébként elég sok fát ki kellett vágnom ahhoz, hogy ezt a házat meg tudjam építeni. Viszont ezeket a nagy tölgyfákat meghagytam, mert nekem nagyon-nagyon tetszenek. A többit azt kivágtam, ez meg nyilván egy almafa, szóval ezt azért nem vágom ki, hiába ilyen pici, azért elég szépen termeli nekünk az almákat. És hát akkor ö, meg is mutatnám belülről is a házat, tényleg belülről még meg sem mutattam nektek a házat. Ilyen lett az alsó szint, egyébként még berendezni nem nagyon tudtam, úgyhogy az még várat magára. Ide hoztam ezt a Blood Altart, ugye ezt a Blood Magic és Blood Altar-t, viszont ö, ugye most nincsen benne vér, úgyhogy ö, majd megint áldoznunk kell, hogyha esetleg ezzel még bármit is kell kezdenünk. Illetve hát ablakoknak egyenlőre ilyen platformot használtam, mert sajnos ugye nem elérhető még nekünk az üveg. Illetve a chisel sem tudunk semmit se csinálni még egyenlőre, mert ugye ahhoz meg vas kell. De ilyen lett az emelet. Ide hoztam mindent, amit ugye lehetett automatizálni. Itt van a coldron is most már, láthatjátok, hogy onnan kintről eltűnt. Illetve itt a kiln és ugye a grill. Egyébként a grillnek is van most már valami továbbfejlesztett verziója, úgyhogy lehet, hogy majd az érdemes lenne megnézni és megcsinálni. Belerakok négyet, és elkezdem kevergetni. Ez pedig egyébként most teljesen megvan nekünk töltve vízzel, úgyhogy szerencsére nem fog kifogyni. Ha jól emlékszem, 16-ot kellett készíteni, úgyhogy ezt ide le is rakom alulra, hogy lássam, hogy pontosan hányszor is kell beleraknunk, de hogyha minden igaz, akkor 4x4 lesz, úgyhogy még kettő alkalommal kell itt ezt megkevergetnem. Majd egyébként még megmutatom ezt a nagyon felső emeletet is. Ja, és egyébként nagyon király, van ilyen light, ilyen oklog light. Tehát ez úgy néz ki, mintha ugye egy sima fal lenne. Sajnos egyébként ezt csak ebbe az irányba lehet lerakni, de fényt ad. Szóval olyan, mint mondjuk egy ilyen glowstone. Jó, belerakom még ezt a négyet. És hogyha minden igaz, akkor még kétszer tudok készíteni ilyen pálpot. Szerintem egyébként érdemes lenne megcsinálni, mert aztán, hogyha kiderül, hogy még máshoz is kell, akkor meg elég idegesítő lesz, hogy ezt újból meg kell, hogy csináljuk. Így legalább most akkor minden itt van kézben helyben. Szóval akkor ez meg is van, és szerintem akkor menjünk is vissza, és akkor készítsük is el ezeket a cuccokat. Hú közben este lehet, érdemes lenne aludni. Egyébként ide is hoztam egy ágyat. Úgyhogy most már végre tudunk itt is pihenni, bár egyébként így most össze-vissza fogjuk változtatgatni a spampontunkat. de úgy voltam vele, hogy jó, hogyha meghagyom mind a két helyen az ágyikót, ugyanis ugye ez az ágyikó, az olyan, hogy sajnos nem lehet fölszedni, ha nem kapjuk meg, akkor igazából csak tönkre tesszük. Jó. Szóval akkor szólt, mulberry bárkunk van, ezt ki kell rakni ide a drying Rekre, és akkor lesz belőle pápunk. És a páphoz mi kell még, azt azért jó lenne megnézni, ez egyébként két percig kell, hogy száradjon Úgyhogy lehet, hogy addig érdemes lenne elmennünk keresni malackákat, vagy akár elkezdhetnénk csinálni a törtébőlt is, ugyanis azt még ugyan nem csináltuk meg. Nézzük csak meg, a pábból, mi lesz mulberry páb, és utána azt össze kell craftolni mulberry ilyenis igen, és a pressbe pedig össze tudjuk majd nyomni vásivá. Jó, hát akkor ez szerintem száradhat, és hozzunk akkor malacokat, vagy csináljuk meg a törntébölt. Csináljuk meg a törntébölt, mert igazából én attól félek, hogy ha ezeket itt gyorsan megcsinálom, és átlépünk a következő stage akkor ez kimarad. Jó, szóval akkor kell nekünk egy turn table. Turn table. És ugye ehhez kell ilyen plank sliding, és ehhez kellett a fűrész, mert ugye mondtam, hogy kell a fűrész ehhez az advancementhez is, szóval akkor kell, hogy legyen nálunk planks, szerencsére van. És akkor hány darab kell készítenünk? Hármat. Jó. Nem tudom egyébként, hogy egy planksből mennyi lesz. Valószínűleg egyébként kettő. De akkor ezt így ide rakom. És igen, kettő darab lett belőle. Hát akkor lesz, lesz egy darab pluszba, megint mutatóba, tök jó. Nem tudom, ezeket mire fogjuk használni. De egyébként tényleg eléggé fura, hogy például ezt a főrészt egyáltalán nem is kérte a játék, hogy elkészítsük. De mind a két advancementhez ugye szükséges volt. Szóval azért utána kell járni ezeknek a dolgoknak. Kell akkor egy wooden axel, igen ehhez kellettek ezek a cuccok, illetve kell, hogy legyen nálam még kő, úgyhogy azt is jó lenne, hogyha vennék magamhoz. Szerencsére égetett kőből rengeteg van, jó, és akkor kellett egy copper gear, amihez ugye kellett egy wooden gear. Ami lehet, hogy nekem már nincsen. Lehet, hogy az nekem már nincsen. Ha jól emlékszem, a múltkor pont annyit kraftoltunk, hogy elég legyen, szóval kell hozzá fog, és cédrusfa, vagy glú. Uh, Glúból glue. is igazából rengeteg van már, hogy lehet, hogy inkább akkor azt használnám most. És akkor ezt most el tudom készíteni? Nézzük csak. Kell hozzá valamilyen planks stick, meg glue. Hát akkor elméletek, ezt el tudjuk készíteni. Ja, csak hogy ide átraktam ezt. Aha. Jó, akkor ez volt a probléma, ezért nem tudtam hozzáadni. És akár egyébként ebből készíthetnénk többet is. Szerintem biztos, hogy kell kelleni fog még nekünk fogas kerék. Jó. És akkor most így lett 14 darab. Hát lehet, hogy ennyire nem lesz szükség, de ki tudja, ki tudja. Ide visszarakom a glút. És közben egyébként el is készültek itt a pálpok, úgyhogy akkor ezt le is veszem. Ez ugye ilyen pépesített a uh, kéreg, ugye ebből készül, nyilván kéregből, fakéregből készül az igazi papír. Így, és akkor ezt összekraftolom, van mulberry sítem, és ezt a mulberry sítet oda kellene, hogy adjam a pacinak. Viszont, hogyha jól látom, ő nincsen összekötve. Ő nincsen összekötve, aha. Jó, akkor viszont valamelyik lovacskáról le kellene, hogy szedjem. A kötelet, mert egyébként ezek így eltűnnek vizuálisan. Valamiért, nem tudom, hogy miért. De most nem dobott ki egyet, se, ugye? Jó. Akkor ő most csinálja, összenyomja nekünk. És akkor lesz rendes papírunk. És meg kellene, hogy akkor még csináljuk. Ugye ezt a Stone Girt. Ehhez kellett ugye a homokkő, a homokkő, és abból is kell, hogy legyen még nálunk. Igen van nem egy csomó szenston király. Stone gear. Ezt le is kraftoltuk, és akkor a koppernél meg csak ugye kopperrel kell körbevenni. Bronze kopper, és ezt kell még ugye tovább kalapálnunk. Remélhetőleg itt a felszerelések ládában lesz még nekünk kalapács. Hát ez el fog oh, van egy másik jó király. Ezt a kettőt szerintem össze is kraftolom, és akkor kicsit jobb állapotú lesz, és akkor ebből kell négyet kalapálnom. Szerintem egyébként mire ezt le is kraftolom, ezt a turntable Addigra meg is lesz a presszben nekünk a papír. És akkor egyszerre két Advancementet is bezsebelünk, ami azért eléggé király lesz. Jó. És kell még egy Wooden axle, ugye? Igen, kell még egy Wooden ami amihez kell black quartz, Stick, illetve Hemp Rope. Fúha, az a baj, hogy szerintem nem készítettük el még azt a rengeteg hempet. Úgyhogy akkor majd még oda kell, hogy vigyem a vízimalomhoz a és akkor azt is meg tudjuk nézni, hogy az hogyan működik pontosan. Viszont ide lerakom az érces ládába ezt. Lekraftoljuk a copper Jó, és akkor már csak ugye az axel kell, amihez black quartz. Ja. akkor magamhoz veszem. Ebből kettőt is, mert két ilyen axelt készítünk, akkor már ezt most itt szépen szétütöm. És lerakom most a fűrésznek a helyére. Remélhetőleg visszakapom a fűrész. Azt nem tudom, hogy vajon ezt most baltával kellene fölszedni, vagy csákányal. De mivel fából van, szerintem igen, baltával érdemes. Jó, és a millstone-t rá tudom csak így rakni? Vajon? Jó, működik, és belerakom akkor a hempet. És ha minden igaz, akkor majd itt ki fogja nekem dobálni a hemprópokat. Hát elmeteg működik, úgyhogy... Uh, ja, ki is dobta. Király is hármat is dobott. Jó, hát akkor uh, most ezt hagyom egy darabig működni, aztán majd felszedegetem. Addig viszont akkor nézzük meg, hogy hogy haladt a paci. Ugye a mulberry pálpal. Készen van-e most már a papírunk? Itt a vasi, itt a vasi. Remélem jól lejtem, hogy vasi, vasi, nem tudom pontosan, hogy lehet. És ehhez kellett egy darab aquamarin. Borzasztóan drága, Hát egyébként nem sok mindenre használtuk az akvamarint. Szóval végre, végre, látom, hogy miért is kellett ezt nekünk kibányászni. És... Itt van az az egy darab akvamarin, ami kell nekünk ahhoz a borzasztóan nehéz kraftoláshoz. Uda uh, jó van fogú. Fugu. fugu fish. Jó, megvan a parchment. Jéj, végre van valamire írnunk. És ezzel már a következő korszakba fogunk lépni. És most akkor el kell készíteni egy journalt. Aha. Jó, nézzük csak, hogy akkor ez hogyan készül. Journal. Ehhez kell három darab akvamarin, egy parchment és egy plant cloth. A plant cloth pedig plant twine-ból készülhet. ez nagyon egyszerű kraftolás. Szerencsére ez nem egy drága dolog. Ebből kellett kilenc. Megvan a plant cloth. És akkor kellett még akvamarin, ugye? Igen, három darab akvamarin. Úgyhogy eddig négy darab akvamarint elhasználtunk. Király. Jó, és megvan a könyv is. Oké, ez megy a szép kis naplunkba. És kell készítenünk egy ilyen Luminous Crafting Table-t. Ezt pedig hogy kell elkészíteni. Aha, a Necronomicon rituáléval kell majd egy Reinforce Slate egy márből, illetve akvamarint, négy darab Akvamarin. és 1000 PE energiára lesz szükségünk, és kell középre egy crafting table. Jó, meglátjuk, meglátjuk. A reinforced slate hogy kellett készíteni? A blank slate kellett a tier 2-es bladáltárba rakni, jó? Oké, és hát ö, szerintem ebből is kell, hogy legyen nálunk, de hogyha jól emlékszem, ez csak sima kő kellett, Úgyhogy szerintem ez is egyszerűen fog menni. Remélhetőleg nem kell hozzá kettő darab által. De majd mindjárt megnézzük, mindjárt megnézzük. Lehetséges, hogy akkor ebben a részben már át is fogunk lépni a következő korszakba. Viszont föl kell nagy szedegessem itt az eldobott hempeket. Úgy de sokat készített. Hát ez azért egy fokkal egyszerűbb, mint ahogy eddig ilyen kézzel csináltam. Igazán megérte megcsinálni ezt a kereket. Jó, és akkor el tudjuk készíteni most már ugye a töntéből is, úgyhogy azt az advancementet is szerintem végig tudjuk vinni, és egész gyorsan haladunk, és ezek egyszerű kraftolások szerencsére. Úgyhogy akkor térjünk vissza a turntable-re. mert először akkor ezeket akarom megcsinálni, és ugye ez kellett, ja ez nem prób kellett, szóval akkor ezt még át kellett alakítanunk. Rengeteg hemp fiber, hemp próppá. Nem halt darab kellett hozzá ebbe a formátumban, Nem mindegy, ám neki, hogy hogyan csinálja az ember. Viszont akkor ebből négy is kell, mert szeretnék kettő darab Budunákszöld készíteni. Így -ni. És akkor most már ezt a turntablet is el tudjuk készíteni. Super! Turning the tables! És akkor még van egy, egy bakancslista, egy bucket list. Use a turntable to shape a clay bucket and cook it in the kiln. Húha, ez hogy fog működni? Tudunk agyagozni. Clay bucket. Ehhez mi kell? Ez hogyan működik? Molten clay. És van egy ilyen forma, de ezt még egyáltalán nem tudjuk elkészíteni. Aha, ö, eltörik, hogyha meleg valami öntünk bele. De, de akkor ezzel már lávát is tudnánk hordani? ezzel a fajta bucket -tal. Engem viszont ez érdekelne, ez az Unfirm Clay Bucket. Van a törtéből, bele kell rakni egy Unfirm Clay Barrel extension és akkor csinál belőle Clay bucket -ot. Jó, hát nézzük meg. Nézzük meg engem egyébként, ez most tökre érdekel. Lehet, hogy... Uh, lehet, hogy egy kicsit most csalódottak vagytok, hogy nem egyből átrásolok a következő korszakba, de tényleg nem szeretném, hogyha kimaradna egy advancement is. Nyilván ezeket nem kötelező megcsinálni, de hasznos azért. Mert valószínűleg a következő korszakban ugye már lesz nekünk vas, de azért mégiscsak csináljuk meg ezt a fajta vödröt is. Azért csak jó lesz, csak jó lesz, én azt mondom. És akkor ezt a turntable kipróbáljuk. Utána pedig akkor megnézzük ezt a szlétet, hogy ezt hogyan is kellett pontosan csinálni. Oké, és... és hát arra lennénk még kíváncsi, hogyha ezt így ide rakom ezt az axelt, oké okay, ez is forog akkor viszont egyszerre rá tudom rakni majd a szót is, meg a turntable is meg minden ilyesmit, hogyha minden igaz, legalábbis remélem ez viszont minthogyha nem működne de csak ezzel kell meghajtani hát annak lenne értelme hogy lehet, hogy ezt fölülre kell rakni az a baj, nem tudom, hogy alulról ez hogy néz ki érdemes lenne megnézni, aha igen alul van ez a hajtó része, úgyhogy akkor ezt csak fölülre lehet rakni. Valószínűleg nem lehet elfordítani, szóval akkor most ki kell, hogy szedjem innen a milstont. Bocsi milstom. Akkor viszont lehet érdemes lenne majd több darab ilyen vízimalmot csinálnunk. Öt törntéből. Ezt rakjuk a tetejére. Jó. Ja. Szerintem ez most működik. Bár aztán ki tudja, ezt be kell kapcsolni vajon? Mert lehet így állítgatni, azt látom. Vagy lehet ebbe belenézni, vagy erre rá kell rakni ezt. Ó, oh, igen, rá kell rakni. És megcsinálta nekünk a klébákitot. Super! Hát ez király volt, ez nagyon tetszett. Jó, mi ezt ide lerakom. Meg szerintem a szót azt így ide. És akkor egyszer ez a kettő nekünk itt működni fog akkor még ezt ki kellene égetnünk valószínűleg. És akkor megvan, megvan ez az advancement is. Hát ez nem volt nehéz, inkább látványos volt, úgyhogy örülök, hogy, hogy megcsináltuk. Nem, lehet, hogy itt is ki tudom égetni. Nem? Nem. Ki önbe? Természetesen csak a ki lehet ezt kiégetni, viszont akkor jó, van nálam kő, hogy akkor tudok csinálni szlétet is egyből. Viszont kéne a sacrifice-ször mert hát vér nélkül ez nem fog működni úgyhogy azért még gyorsan visszaszaladok. Arra lennék egyébként kíváncsi, hogy uh, azt meg tudjuk-e majd oldani, hogy esetleg uh, majd a kohóba, a kohóba keletkezett vért használjuk fel a Blood áltárhoz, valahogy így áttransportálni. De szerintem amúgy ez a likvid is már áttransportálható lenne. Jó van, a papagáj egyébként állandóan ijeszget, szóval ez is hozzá kell szokni. Ide kellene raknunk ugye követ. Jó, csinál valamit, úgyhogy remélhetőleg jól emlékszem, hogy így kellett slétet készíteni. És ugye ez kellene a fönti kiambe beraknunk. És el is készült. Oké, és... Jaj, nem a kilt akartam felvenni, felvettem a két, azt hittem, hogy a bucket az. Na, király, megvan a bucket list is. És akkor itt ezek mind ki vannak pipálva, szóval elmetek age van már csak ez az egyetlen egy darab advancement van hátra. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor hamarosan, hamarosan átlépünk a következő fázisba. Ennek még kell vér. Ez ennyi vért elhasznált ez a szlét. Hűha. Remélhetőleg akkor, jó emlékszem, hogy ez már tier 2 Hogy attól lett ez tier 2 hogy alápakoltuk ezeket a blank runokat. Mi volt annak az asztalnak a neve, amit le kell, hogy craftoljunk a rituáléval? Luminous Crafting Table. Igen, és reinforce lét kell. Blank kell a Tier 2 esbe rakni, és 2000 VR-re van szükség hozzá. Kicsit egyébként gyorsabban is visszatöltetném az életemet, lehet, hogy érdemes lenne elhozni azokat a kis vér darabkákat, amiket ugye kilógattam. És hát akkor ebben a részben átlépünk egy stúba, ami tök durva. Ami tök durva, viszont hogyha átlépünk, akkor nem fogok egyből belerásolni szerintem a következő Advance-mentekbe, hanem hozok malackákat. Hozok malackákat, nem most már annyira régóta szeretnék malackákat, hogy nem akarom, hogy ez kimaradjon nem ez a slime kell nekem, bár egyébként azt is használhatnám arra, hanem ez a blood drop. És akkor ezt megeszem. És ugye ezzel kapok health boostot, ami mondjuk nagyon király. Sokkal tovább majd akkor vért adni. Egyébként lehet, hogy csinálhatnék a, oda a blood altar mellé egy totem oszlopot, ami health boostot ad. Már ha van ilyen. Emlékeim szerint egyébként van ilyen. És akkor még az is pluszba adna nekünk életet. És akkor már tényleg nem lenne ezzel gond. Jó. Megint teszek egy kicsit. És azt nem tudom, hogy vajon ebben most így mennyi vér van. Amikor a szendvicsemből nem hiszem, hogy lesz bármi is. Honnan látom azt, hogy ebben pontosan mennyi cucc van? Mert hogy ráviszem az egeret, de azt nem írja ki. Pedig emlékeim szerint ezt valahol kiírta. Jó, próbáljuk meg, belerakom a blank slate-et, aztán meglátjuk. Szerintem egyébként ez már tele van. Viszont nem szeretném, hogy elmúljon a health busztunk, úgyhogy gyorsan ettem még egy kis vért. Hány darabra van szükség? Kettőre, jó. Az annyira nem sok szerencsére. Mennyit fogyaszt ez így el? Mennyi az a 2000 egységnyi vér? Átalakult. Reinforce slate kell még egy ilyet készítenünk minden más egyébként lesz márvány kellene még hú az elméletileg van még kettő mert ezt a kettőtől direkt elraktam a másik házba, úgyhogy akkor még azt is elhozom igen ez most ilyen szaladgálós lehet hogy egyébként nem annyira jó ötlet hogy az lesz a raktárhelyiség, lehet hogy azt majd uh, inkább ilyen farmolós helynek kéne megtartani majd még, majd még meglátom de mondjuk az érceket, meg az olyan dolgokat, amiket gyakran használok, azokat mindenféleképpen át kellene majd hozni ebbe a házba valahogy. Vagy csinálni egy futószalagot, bár valószínűleg az még ebben a korszakban nem lesz nekünk elérhető, de ezért mekkora móka lenne, hogy csak úgy ráállok. Közben tudok beszélni, amiről csak akarok, és akkor megyünk ide-oda. Én viszont blokkokért jöttem, mégpedig márvány blokkokért. Négy darab aquamarin. Meg a nekronomikam. Figyeljétek, legalább időben eszembe a dolog. Igen, nekronomikon nélkül ez annyira nem fog menni. Fel van töltve? Fel van töltve. Jó. Akkor nem is kell most használnom a sötét altárt. Kicsit egyébként félek annak a használatától most így, hogy ennyire közel lett a házhoz. Remélhetőleg azért odáig már nem fognak elérni ezek a csapások. De ha igen, akkor majd, majd egy kicsit távolabb helyezünk. Csak úgy voltam, be, hogy azért az ott egészen jól néz ki. Úgyhogy egyelőre még játszok. Játszok ezzel a dologgal. Jó. Szóval akkor megvan a kettő darab Reinforce létünk, megvan a kettő darab uh, márványunk, Aquamarin és a Crafting Table. Úgyhogy uh, meg tudjuk csinálni, meg tudjuk csinálni ezt a rituálét. Viszont ha jól láttam, akkor mindjárt lemegy a nap, úgyhogy azt még azért gyorsan megvárnám. És akkor utána pedig átlépünk a következő korszakba, szóval hű, hű, hű. <laughs> Tök jó, nagyon, nagyon örülök neki. Ide kell, hogy most jöjjünk. Középre kellett egy ilyen crafting téből, de nem hiszem, hogy így. Úgy, Oké, okay, és kell négy darab aquamarin. Ezeket rakjuk akkor így ide. Így, így. Aztán kellett a reinforce lét. És a kettő darab márvány. Úgy, úgy, így, és így. És akkor márcsik nekronomikon. Érdekes egyébként, hogy ennek tök más a pártiple ilyen kékes. Na, jó sokáig készül. Remélem jól csináltam. Oké, elkészült, király. De nem az altárt akartam fölvenni, hanem ezt, és. Átléptünk. Átléptünk. Ez az. h tú. Oké, feloldottunk. Uh új mobokat, meg új érceket, meg minden ilyesmit. És igen, kész. Link to the stars. H2! Welcome to the next stage. Köszönöm szépen. Enter the ön turn. A tier 3-as Blood magic altárral már tudunk készíteni sealant vagy glowstone-t. Aha. Tök jó. Twilight Forest. Ja. Hát kell mennünk majd a Twilight Forestbe. Nem tudom igazából, hogy onnan majd mi kell nekünk, de ott azért már vannak jó pufa ércek. Ez pedig, ó igen, a jó öreg smelteri lesz, a jó öreg kohónk. Tök jó. Tök jó. Between Lens is van. Csomó helyre, hogy látom, majd el kell, hogy látogassunk. Viszont ahogy mondtam, ezt majd a következő részbe, ezeket az advancementeket, bár, hogyha jól látom, akkor van egy üveges, szóval, hogyha magamhoz veszem az üveget, akkor azzal azt már föl fogom oldani akkor azért azt még gyorsan megcsinálnám. És akkor majd ki fogjuk cserélgetni nyilván azokat az ablakokat üvegre. Glass blowing. Üvegfújás. És aha, majd lehet csinálni ilyen dosing rodot. És ezzel már másfajta érceket is fogunk találni. Star power. De jól néz ki. Gold és iron. Meg uh, lapisz. Király. Na. Akkor viszont még hozok malacot, mert arra tényleg szükségünk lesz. Honnan hozzunk malacot? Azt nem tudom, hogy hol lesz itt nekünk a közelbe. Kicsit körbenézek, hát ha egyébként találunk valami újdonságot, ami megváltozott itt a világban, tökülön egyébként, hogyha például most így találnánk megint a földön ilyen ércmaradványokat, amiket esetleg eddig még nem láthattunk. Ez malassájt, szerintem ez itt volt eddig is. De mondjuk, hogyha találnánk ö, ilyen vas darabkákat a felszínen, az milyen király lenne. Bár valószínűleg azt nem fogja jelezni. Bárki tudja. Lehet, hogy azt is jelezni fogja így a felszínről, hogy hol vannak ércek. Viszont ezek a falusiak, ezek nem fejlődtek túl sokat, szegények. Ja, látom, csereberéltek egy csomó mindent. Viszont stay focused, maradjunk a malac keresésnél remélhetőleg itt lesznek malackák a közelbe. fele láttam, abba biztos vagyok, csak nem szeretném őket itt áthozni a vizen, a folyón, hogyha nem muszáj. De lehet, hogy muszáj lesz. Egyébként Prismarint én láttam itt az óceánban, amikor keresgéltünk ugye érceket, szóval az, az biztos, hogy lesz, úgyhogy majd azt is könnyen meg tudjuk csinálni azt az Advancementet. Szia malac! Miért spawnolsz te ennyire borzasztóan messze tőlem? Na gyere! Na gyere, Röfi! Aj, az a baj, hogy kettőt nem tudok hozni egyszerre. Pedig milyen király lenne. Na mindegy, ezt hazavisszük, és akkor hát lehet, hogy csak mutatóba ezt az egy malacot, aztán pedig majd videón kívül hozok még többet, mert igazából ez már annyira talán nem izgalmas, viszont tényleg szeretném, hogy hogyha lenne malackánk, úgyhogy ezt, ezt még azért elhozom magammal. Csirkét is egyébként lehet majd érdemes lenne tenyészteni. Tojásból egyébként rengeteg van, szóval az nem lesz nehéz, azokat szerencsére nem kell hazacipelnem. Bár egyébként ez a slime buccol is nagyon hamar most már hazaérünk. Ez micsoda, ez micsoda, ez a malasájt. Megint megörültem neki, mi? a nézd a tojásos szkeletont! Te mit akarsz, haver? Böd lehet vért szerezni, nem? Mondjuk miért is lehetne a csontvázból vért szerezni, jó? Ez annyira talán tényleg nem volt logikus. Akkor még ezt a malacot elviszem az új helyecskéjére, és akkor majd szerzek neki egy barátot, barátnőt, fiú vagy vagy lány, beszéljük azért ezt meg. Mit hozzak neked? Majd szeretném majd őket szaporítgatni, és nyilván két malacból nem lesz nekünk rengeteg husi, vagy hát lesz husi, csak aztán nem termelődik újra. Ez meg azért annyira nem király. Jó. Remélem tetszik az új otthonod. Nem túl... ezt fel is tudtam volna kapni. Nem túl tágas, de azért jó lesz ez. Szerintem. Viszont szerintem most ennyi is lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet, Andi voltam, sziasztok!